Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és újra itt a parapéntek. Még egy kicsit ilyen télies fázisban vagyok, ugyanis még a díszek. Tudom, hogy 20-a van, nektek már több, de nekem még mindig nagyon bejön. Na mindegy. Itt a parapéntek, és így fogjuk folytatni az ellenvégszet. Nem vagyok most egy top állapotban, de ezt most nézzétek el. Sajnos a fejem az a konkrétan így atombrutálisan fáj már. Milyen nap van? Azt tudom. 4 napja, úgyhogy hát ez van, kérem szépen. Úgyhogy de végre a szemöldökömet sikerült kiszednem egyformára. Na mindegy. Mindegy igazából. No. Lássuk ezt a csodajátékot. Hogy hol is vagyunk benne. Wow. No. Au. Au. Normálisan halljalak titeket. Halljalak titeket? Mire beszéltek? A játékot normálisan halljam. No. Slap. Jó, történetmód folytatjuk, és egy mentet van, úgyhogy jebol. Szóval, ahol emlékszem, az előző részben az volt, hogy visszakerültünk a múltba, és ugyanúgy vissza kell most menni föl a csillagvizsgálóhoz, a Chaicihoz, de még mielőtt ez megtennénk, hogy bemennénk hozzá, mert mi megtennénk ezt, és bemennénk hozzá, ugye a kocsijában van az a cucc, ami nekünk kell. Úgyhogy azt megszerezzük, ahol a, ugye ott voltak a pókok. Úgyhogy arra van szükségünk. Egyébként ez a videó nem lesz olyan túl hosszú, mint az előző. He knows that he needs the missing part for the telescope. Igen. Better find Dr. Miller's car. That's where the camera should be. Igen, szóval, mert ugye ez a fejfejes migrén, ez beteszi a dolgokat erősen. Igen, ez mind úgy, mint múltkor. Hogy nyaljam meg őket. Hol is van ez a kocsi? Nem, ami erre fogunk menni. Ilyen, nem erre kell menni. Ó! Oh. Oké, de fussál, hello, haver. Szóval... itt olyan dolgok is vannak. Ó, te! Nem lesz jó. Azt hittem, hogy ha végigfutok, nem lesz jó, meg fogok halni. Ej. Jó van. A kutya is közben leakadt róla mászni. Jaj. Nem bírja is a stressztetése. Szóval. Lesz, hogy felkevelem a velük a kesztyűt. Jó, gyerünk. Nem érdemes meghalni. Tonight, the champion of light will depend on them. To pick out a message from the ether. Kezdjük előre. Oké. Jó. Nem baj. Tehát. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Bocs, ez? Bocs. Anyás, menjen vagytok. Ennyi lett volna? Hát jó. Ja, hogy... Jó, mi van? Megijedtem. Nem jó.
Jó. Egyszerűbb lett volna mondjuk így. Most már mindegy. Itt múltkor is széjjel néztem. És kell is. Oké, okay. Szóval... Várjunk. Nem. Szét kell nézni, mert lehet, hogy ott van egy papír. De mire szükségem lehet. Szerezzem a képfeldolgozót. Hát jó. És arra kéne menni. Ott volt egy kérdőjel, látjátok ott? Ja, az a kérdőjel a... Legalábbis szerintem a... töltények lesznek. Oké, Oké. Okay. Ó, megint ilyen dobálós. Na, hess. Oké. Cserélünk tárat. Annyi ellenfél nem volt szántos. Így elsőre, úgyhogy kénytelen volt. Ah, ott egy papír. Igen. Ja. Az nem tudom. Ott van még egy papír. Ó, mennyi papíros? 16 darab. Az 53-ból, hát jó. Hát jó, a játék nagyon hosszú amúgy. És tényleg itt voltak a pókok. Kezdődik, nem bír magával. Oké, és felmegyünk a csajszihoz. Remélem azt a hosszú beszélgetést megint nem fogjuk lelarálni. Ugye, megint vele elkezdeni, mert... Milyen varjú ember ez. Egy új szuperhős is lehetne amúgy. Varjú man. Oké. Itt voltak a pókok, vagy a más? De esküszöm, voltak pókok is. Azok itt voltak, nem? De azok itt voltak. Na most, hogy nincsenek itt a... Még a... Basztikuli! Megijedtem! Tessék meghalni. Az igen. Az így szárnyra kelt. Mondjuk a gyerekek kirepülnek a fészekből. Kb. Így értelmezhető. Az is, ki tudja. Itt vannak dolgok. Nem lehet fölvenni? Az jó. Nem volt semmi. Mindenhol széjjel nézek, meg ki tudja? Na mindegy, most már oda fölmenjünk. Na! Na, már megint kezdődik. Atya Jézus Usten! Na jó van.
Na. Jó. Kifogyott a lőszerem. Hát az csodálatos. Itt volt valami... Igen, kérdőjel, így van. Na, ott is egy... Na most a kérdőjelek, azok dolgokat adnak. És kukkol. Ott van egy más. Mik vannak itt? Lőszer, nagyon helyes. Fákja, nem tudjuk fölvenni. Nem veszük fel a gépkarabét. Ez nem érdekel. Na most elmegyünk ide. Már messziről láttam már ezt, de mondom, hogy azt hittem, hogy az nem. Az nem az. Negyven? Hányszor fogom még ide visszadó? Hát ennyi idő alatt nem is tudhatunk volna felszedni 40-et szerintem. Akkor mindig ennél résznél fel fogok szedni egy pár darabot. Azt... Szóval most van meg 20. Ott van még lőszer. És akkor itt volt a tévé, múltkor is bekapcsoltam. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. Ah, I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Értem. Szóval elmentek otthonról ismét. Hát ez előfordul. Fénygranát. Többet nem. I have the replacement part for your telescope, Doctor. Alright, let's get it installed.
Édes mamma mia, de hol van a szemgolyója a karakternek? Iii, de most már látszik, jó van. Az előbb nem látszódott. Nagyon, nagyon creepy volt. Don't start it up yet. There's a problem with the cooling system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Most biztosítja kell a csöveket, vagy felmegyek a csajhoz, itt a biztosítja az elsőleges csöveket. Hát, most a... nem értem. Azt mondta a csaj, hogy menjünk be és mindjárt el neki a dolgokat. De most ha bemegyek, akkor nem tudom el kell emlékezni. Na, mindegy. Most... mi van? Most nem érek rá itt. Most fel kellett volna menni? Nem, mert a csillag nem oda mutat, szóval csak le kell menni. Há, jó felé jövök, első hiszem. Nem tud leugorni. Ó, hogy... Várjatok. Na, kezdődik. Nem bírnak magukkal. Oh! Várjál már! Hadd vegyem fel a tőtényt! Na! Felvettem, testvérem! Nem tudok felvenni semmit. Ó, de rossz. Viszont azért megnézzük, hogy nincs-e papír. Már mindig az ilyenekről maradok le, akartam mondani. De jó. Van még? Nincs. Azért betöltjük ezt a maradék kettő töltényt. Kezdődik. Ó, értem. Jó, ezek átmásznak a... De ez dobálózik. Azt a... Várj, hon dobál, valahol dobál. Meg eltűnt. De az, ami dobál, az nem. Értem. Okay. Nem bírt magával. Viszont az jó időbe kell jönni, mert itt van a lőszer. Raktár. Fel tudom tölteni a cuccot. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Na, jó, kezdődik. Édes Istenem, most mit fog csinálni?
they didn't like that. Oké. Menj vissza a Dr. Dawsonhoz. Vagy Meadowshoz, bocsánat. Majd mindjárt. Mutatottam egy kis muníciót. No. Oké. Mekkora jó már. Mint a filmekbe. Hogy te megijedtem? Hallod, atyám már? Abban a csőből is jött valami gyűn. Azt a Jézus Mária, ez nem, ez mi baja van annak? Íh, hát ez nem szeret engem. De jó. De jó. Mi a... Jó. Oké. Oké. Ó, Isten áldja azt. Na jó. Gyertek, mamma mia-k. Keverni, hogy becsomagoljuk az elemet. Opszli! Jó, van, menjünk, mert nem hiszem el. Ezek itt nem hagynak bíkibe. Nyugton se. Be kéne jutni a... Tudtam. Menj már! Nyisd ki! Nyisd ki! Utána, amikor nem nyitja ki a dolgokat. Csak el kell ezeket az izéket kerülgetni. És bepróbálok a másik úton meg. Micsoda? Na jó, arra nem. Mi? Na jó, nem. Jó, oké. Nem. Oké. Akkor jó, felementem. Jó van. Oké. És itt mégis hogy menjek? Mi? Hacaca. Oké. Baszk, nincs újra töltve a fegyó. Ó, hogy én marhadék, persze már. Hallod, azt vissza kéne menni. Meg kéne halni, vagy nem tudom. Fejdegesít a játék, most már? Visszamegyek, akkor is meg akar majd ölni itt a hegy. Meg minden. Nem. No.
Ló Pikula életem maradt. Jó van, végül csak a izébe kéne bejutnom. Meadowshoz. Hány ilyen dobáló van? Csak jó lesz. Míg jön, addig feltudom a fegyvertárat. Ó, az Isten, na végre. Na. Megszenvedtük, de azért sikerült. Na nézzük. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing. Provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So... I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I've fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can... For lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Milyen lazán kezeli amúgy a csávó, én azt kell mondani. Meg a csaj is, tehát amúgy egy másik dimenzióból jöttem, meg minden, de... Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make?
I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Mm-hmm. Értem. Hát jó. Viszont megvannak a jelek, amit ugye múltkor nem találtunk meg. Hagyta se nyomtató. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Jó! Akkor ugyanúgy, mint múltkor, ilyen ugyanazok a chaptereket kell végigvinni. Ez király. Úgyhogy most megyünk a... megint a mozihoz. Oh. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Hát én is remélem. Jó, hát azt a... De jól néz ki, nem is néztem még. Emellett ott egy nagyobb város. És onnan jöttünk le föntről. Hát jó. Oké. Okay. Na, hát szerintem akkor innen fogjuk folytatni a következő részt, ami szintén remélem, hogy nem fullad kudarcba. Mint múltkor, amit szerettem volna felrakni, mert tiszta idegállapotban volt, ami nem sikerült. Na mindegy. Én nagyon köszönöm egyébként, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor nyugodtan nyomjatok egy lájkot. Ha viszont nem tetszett, akkor így jártam. Akkor ezt maradom. Mindegy. Következő hét pénteken is találkozni fogunk. Ugyanezzel fogok jönni. Remélem, akkor már nem lesznek ilyen agybajok. Illetve, hogyha még szeretnél valami hasonló videókat látni, és mondjuk tetszik a csatornán lévő tartalom, de még nem vagy feliratkozva, akkor mindenképpen ugye iratkozz föl, nyomd meg a kis csengőgombot, hiszen az ad neked ugye biztosítékot arra, hogy a YouTube jelezzen neked, hogy bármit igazából feltöltöttem a csatornára, illetve a leírásban van még egy Discord szerver, ha mondjuk a YouTube-nak a kis csengő nem működne megfelelően, akkor a Discord szerver egyébként a többi nézővel tudtok beszélgetni, egyébként ott nagyon jó kis hangulat szokott lenni, illetve a Discord az mindig jelez neked arról, hogy bármi egyébként ugye felkerül a csatornára, úgyhogy az viszont az adminok keze munkája, úgyhogy nekik még egyszer hálás is köszönet, ha már mindig megköszönöm, de nem tudom elégszer, úgyhogy itt is még egyszer thank you very much-ka, úgyhogy találkozunk legközelebb is, remélem, hogy minden rendben fog menni addig is. Sziasztok, és legyen kellemes napotok! Pá. Azt hittétek mi?